A két tavaszi vesztes meccs után pályára lépő várdaiak már a mérkőzés elején megszerezték a megnyugtató első gólt, a 8. percben egy jobboldali szabadrugás követően Easingről került a ceglédi kapuba a labda. A folytatásban irányította a játékot a házigazda, és közvetlenül a szünet előtt jött az újabb találat, Ilics a saját maga által kiharcolt szabadrugásból lőtte ki a kapu jobb felső sarkát. Fordulás után aktívabb lett a cegléd, de gólt a kisvárda szerzett, a 76. percben helyi visszagurítását így is lőtte a vendégek kapujába. A hajrában szépíteni tudott a Cegléd, a rohamozó hazaiak ellen egy kontrából Damásdi volt eredményes, de ezzel csak az eredményen kozmetikázott, a 3 pont a magabiztosan játszó kisvárdáé lett. A mai mérkőzésnek a legfontosabb dolga az volt, hogy ezt a találkozót megnyerjük, ami nem ígérkezett könnyűnek, ugye nagyon masszív csapat a Cegléd, annak ellenére, hogy láttuk, Győrbe kikaptak, az sem volt egyszerű, sima vereség tulajdonképpen. Jól kezdtük a találkozót, de mégis az első fejes a ő előttük adódott. Utána viszont úgy érzem, hogy nem nagyon tudtak eljönni a kapunkig, sikerült gólt szerezni, és nagyon fontos volt az első fél idő végén a második gólt megszerezni. A második fél idő elején egy picit belehibáztunk, és ott volt, adtunk az ellenfélnek 2 olyan sanszot, ami, hogyha betalálnak, akkor valószínű melegebb lett volna a találkozó, viszont így azt mondom, hogy végig irányítottuk a mérkőzést, nagyon szép támadásokat vezettünk, a befejezésekbe hiba csúszott, vártam a 3. gólt, mert az nagyon fontos volt számunkra, az meg is jött. A vendégek edzője szerint megérdemelt hazai győzelem született, mivel a Cegléd csak a meccs bizonyos periódusaiban tudta megnehezíteni a kisvárda dolgát. Hát első fél idő úgy abszolút nem voltam megelégedve, mert azt gondolom, hogy azt a technikai különbséget, amit a Várda képvisel, azt nekünk hozzásbeli különbséget kellett volna eltüntetni, és az első fél időben egyáltalán nem valósult meg. A második fél időben ugye ott kicsit rendeztük a dolgokat a gyerekeknél fejbe, a másik fél idő jobb volt, tehát ott már volt egy-két helyzetünk is a fél idő elején, tehát gólt is tudtunk szerezni, és tudtuk azt játszani, ugye, amit ez a csapat igazán tud, de hát a Várdának a győzelme nem nagyon forgott veszélybe ezen a mai napon. A forduló további eredményei a következők: Sopron-Budafok 0-3, Moson-Magyaróvár-Szolnok 0-1, Kazincz-Barcikadorog 0-0, Grosics-Akadémia-Nyíregyháza-Spartakusz 1-2, Soroksár-Gyirmót 1-2, NTK-Budapest-Budaörs 3-2, Győr-Vác 1-1, Zalaegerszeg-Békéscsaba 1-0 és Siófok-Csákvár 1-2. A tabella élén az MTK áll 64 ponttal, megelőzve az 50 pontos Kisvárdát és a 40 pontos Békéscsabát. A Kisvárda szerdán Békéscsabán lép pályára.